340 milliárd forintos alapra építenek, emelkedik a pedagógusok bére. Meddig tart a tél? Hagyományőrző mackóhetet tartottak a Kölcsei óvodában. Kitüntetésből adomány, Baran Ádám a szurkolók az állatokért szervezetet támogatta. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Minden tanár és óvodapedagógus megkapta keddig a tájékoztatást az új megemelt béréről, amely átlagosan 32,2%-kal nő, fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán. Rétvári Bence kiemelte, a kormány a költségvetésben létrehozott egy 340 milliárd forintos pedagógus bér emelési alapot is. És a házi feladat az lenne, hogy a tankönyv 78. oldalának a segítségével. Közel 500 tanuló jár ebbe a Békés Csabai általános iskolába, ahol két nyelven folyik az oktatás. Az idei év elejétől esedékes béremelést Tóth Ágnes mesterpedagógus is pozitívan értékeli. Hogy én most január 1-től lettem mesterpedagógus, tehát én nem csak a pedagógus 2 emelését kaptam meg, hanem nyilván már eleve egy emeltebb fizetést. Úgyhogy ez most úgy gondolom, hogy számomra egy korrekt bér. Én bízom benne, hogy majd a továbbiakban ez később tovább emelkedik, és tényleg úgy gondoljuk, hogy megbecsülik a munkánkat. Az intézményvezető kiemelte, a mostani béremelés a pályán lévő és a leendő pedagógusok számára is kedvező. Bízom benne, hogy ez a pedagógus pálya elismertségét is növelni fogja. Több pedagógus hallgatóra számíthatunk a jövőben, mert ugye az az alap 30%-os emelésen kívül ugye az egyetemi végzettségért járó plusz 2%, valamint a különböző tantárgyak tanításáért a plusz 4%, azért ez már egy elég szép összeget jelent mindenki számára, azok számára ugye, akik ezzel élnek. Tavaly és tavaly előtt 10-10%-kal nőtt, jövőre pedig 21%-kal emelkedik a pedagógusok fizetése. A bérek legalsó határa a januári emelés után gyakornokok esetében 528 ezer forint lesz, fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a kormány a költségvetésben létrehozott egy 340 milliárd forintos pedagógus bér emelési alapot. A kormány technikailag a költségvetésben létrehozott egy teljesen új önálló pedagógus béremelési, tanár béremelési alapot, ebben 340 milliárd forint szerepel. Ez azért 340 milliárd forint, hiszen ahhoz, hogy mindenki számára 32,2%-os béremelést biztosítani tudjuk, ez az összeg az, ami rendelkezésre áll a költségvetésben. Éves bértömeget, ha nézünk, akkor ekkora többlet az, ami biztosítja ennek a nagyon nagy mértékű 32,2%-os béremelésnek a fedezetét. Ezt a teljes alapot, a teljes 340 milliárd forintot az első forinttól az utolsó forintig az idei évben béremelésre fogjuk fordítani. A miniszter helyettes hangsúlyozta, a Magyar Államkincstár ellenőrzi majd, hogy az intézmények fenntartói valóban fizetés emelésre fordítják-e az erre szánt forrásokat. A mesterséges intelligencia orvostudományban történő felhasználási lehetőségeiről hallhattak előadásokat az érdeklődők csütörtökön a 7. gyulai felsőoktatás napján. Dr. Ruzsa János, a Békés Vármegyei Központi Kórház invazív kardiológia részlegén működő új szívkatéteres eszközzel alkalmazható technikát mutatta be a tudományos konferencia résztvevőinek. A Békés Vármegyei Központi Kórház invazív kardiológiai részlegén 2023. szeptemberében adták át azt az új szívkatéteres asztalt, amely alkalmas arra, hogy a koszorúér elváltozások feltérképezéséhez mesterséges intelligenciát használjanak, mondta el dr. Ruzsa János a tudományos konferencián. Ez már alkalmas gyakorlatilag 3D stent leképezésére. Azt kell mondjuk, az országban elsőként mi rendelkezünk ilyen hemodinamikai asztala, ami erre képes. Ennek nincsen nagyon nagy múltja. Tavaly ősszel volt gyakorlatilag a világviszonylatban az első ilyen 3D stent projekció a Barcelonai Klinikai Kórházban. És Zalaegerszegen lesz még egy másik katéteres asztal, de abban ez a funkció nincs meg, tehát azt mondhatjuk, az országban egyedüliek vagyunk.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság főosztály vezetője előadásában arról beszélt, már az 1970-es évek óta kísérleteznek azzal, hogy a gépek hogyan tudnak átvenni bizonyos döntési folyamatokat az embertől, és ezzel segíteni a gyógyításban. Dr. Wernig Róbert felidézte, hogy a koronavírus járvány okozta humán erőforrás hiány felgyorsította a mesterséges intelligenciával kapcsolatos alkalmazások fejlődését. Az első terület, amelyik ezt jól tudta alkalmazni, ez a radiológia volt, a radiológiai diagnosztika. Ugye azok a képalkotó eljárások, röntgen, ultrahang, CT, MR vizsgálat, amelyeknek a során az emberi munkaerőt kiváltani képes döntéshozatali mechanizmusok léptek szolgálatba. Egy másik ilyen terület a járványügyi modellezés, ebben Magyarország is nagyon, nagyon élen jár. Dr. Wernig Róbert hozzátette, a mesterséges intelligencia leginkább a mindennapi szervezési feladatokban jelenthet segítséget a kórházakban, hiszen ez a technika képes a nagy mennyiségű adathalmazokban az összetartozó elemek gyors felismerésére és rendszerezésére. Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. A hozzá kapcsolódó legismertebb néphiedelem szerint a medve ekkor bújik ki a barlangjából, és ha jó az idő, meglátja az árnyékát, visszamegy és 40 napig tart még a tél. A hagyományőrzés jegyében Békés Csabán a Kölcsei utcai óvodában úgynevezett mackóhetet tartottak, amelybe mind a 4 csoport bekapcsolódott. Arha, nép, mert hideg van, jó lesz bent a barlangban. A kis csoportosok a Dirmeg dörmög a medve kezdetű mondókával idézték fel a barlangból kibújó maci történetét, akinek az egyik kedvenc lakomáját, a mézes almát is megkóstolták a gyerekek. A középsősök mozgásos tevékenységgel utánozták az állatot, a nagy csoportosok pedig már vele kapcsolatos, játékos feladatokat is megoldottak. Én mutatok neked egy hópihét, és kiválasztasz egy macikát, és arra a hópihére tegyed a macikádat a munkalapon, amely hópihét mutattam. A legnagyobbak már azt is tudják, milyen népi hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz. Ha meglátja a medve az árnyékát, akkor megijed tőle, és akkor visszabújik a barlangból. Ha meg nem látja meg az árnyékát, akkor meg kijön a barlangból, és akkor meg megy a tél, és jön a tavasz. A Kölcsei utcai óvodában hagyományőrző intézményként a Gyertyaszentelő Boldogasszony napjához kapcsolódóan a szokásoknak megfelelően most is mackóhetet tartottak, és a 4 csoportban különböző foglalkozásokon keresztül járták körbe ezt a témát. Minden csoportban máshogy, hiszen korosztály szerint rendeződő óvoda vagyunk. A kis csoportosoknak az alapoknál kezdjük, megismertettük velük, megnéztük, hogy mit jelent az, hogy árnyék, kísérleteztünk a fénnyel, mackónak öltöztünk, bebújtunk a barlangba, illetve ez még folyamatban van, hiszen ma van a napja, de az egész hetünket áthatották a tevékenységek. Megjelent a mondókákban, versekben, mesékben, dalos játékokban. Az óvoda környezeti nevelési programjában is megjelenítették ezt a témát, újrahasznosított anyagból kézműveskedtek, és az intézményben folyó nemzetiségi nevelésnek köszönhetően a kis-középső csoport pedagógusa szlovák nyelven is megismertette a gyermekekkel a medvével kapcsolatos apró mondókákat, dalos játékokat. Medvegyi cára nosztállá, seki gyeci viki szállá, medvegyú, dajlá, hú. Ikerelléssel indult az őshonos cigályajuhoknál az ellési szezon a Körösmaros Nemzeti Park sóstói állattartó telepén. Egy 5 éves anyajuh 2 egészséges kosbáránynak adott életet január végén. A szakemberek idén 250 anyajuh szaporulatát várják, ami optimális esetben 300-350 bárányt jelent. Horváth Szabolcs tudósítása következik.
A Kölösmaros Nemzeti Park igazgatóságának életében ezek az állatok is nagyon fontos szerepet töltenek be. Az ellési időszak elkezdődött most már a cigályáknál, és egyébként ők őshonos állatok, igazi hungarikumok, és még a nemzeti parki területek kezelésében is nagyon nagy szerepet játszanak. Én Lengyel Györgyhöz fordulok, aki természetvédelmi tájegység vezetője a Kölösmaros Nemzeti Park igazgatóságnak. Egyébként ténylegesen mennyire fontos az ő jelenlétük és a tenyésztésük ezeknek az állatoknak? Most a kardoskúti sóstói állattartó telepen vagyunk, és éppen a múlt héten, 24-én született meg az első bárány. Pontosabban bárányok, mivel ikerelléssel indult a szezon. Egyébként az állatoknak körülbelül az egy harmada ikerelléssel hoz világra bárányokat. Nálunk 250 anya van itt ebben a hodályban, és gyakorlatilag olyan 350 bárányt várunk ebben a szezonban, és reméljük, hogy az idén is jól sikerül a szaporításuk. A háremeket még szeptember 1-től október 20-áig állítottuk föl, akkor a cigájából 7 hárem volt, és a háremek felváltva délelőtt és délután 5-5-ös csoportokban legeltek legelőkertekben. Ilyenkor nagyon szigorúan odafigyelünk arra, hogy a kiválogatott anyák a megfelelő kossal legyenek együtt ebben az időszakban, és ugye ennek az eredményéhez most érkeztünk el. Ilyenkorra egyébként az anyák a téli takarmányozásra vannak már átállítva. Eddig jóformán gyepszénát ettek, jó minőségű gyepszénát kaptak, és ahogy megellettek a bárányozás követően, áttérünk a lucerna szénára, az itt látható is már ebben a falkában. Itt már a múlt héten született bárányok láthatók az anyjukkal. Ennek a lucerna szénának nyilván magasabb a fehérje tartalma, így a tejhozama és a bárányok növekedése az jobbnak várható. Úgyhogy most itt tartunk, hogy miért fontos, ugye a kérdésre válaszolva, egyrészt ennek a fajtának az ősi jellegének a környezethez való alkalmazkodásának a megőrzése, tehát azoknak a géneknek a megőrzése nagyon fontos, amik kialakultak annak idején. Ugye a hármas hasznosítás az egy nagyon nagy előrelépés volt, amikor ez a fajta bejött a kis-ázsiai területekről. Először ugye nyilván Románia területére, Moldáviába, majd Magyarországra is megérkezett közel 300 évvel ezelőtt, és itt most jelen pillanatban ezeket az állatokat, amiket látunk, már alkalmazkodtak az alföldi környezethez, és kiválóan tartják karban a szikes legelőinket, ami egyébként nagyon fontos az itt fészkelő madárfajoknak is, hiszen az élőhelyek természetszerűen csak így tarthatóak fönt, hogy ezek az állatok legelnek. Nagyon szépen köszönjük, és természetesen, ahogyan láttuk, nagyon-nagyon aranyosak és kedves állatok ezek. Ikerellés is megtörtént már, és a szezon, ahogyan hallottuk, még folyamatában van. Legalább 300-350 kis bárány születésére várnak. Egy jótékonysági kezdeményezéssel folytatjuk. A felelős állattartásra és a szurkolók az állatokért non-profit Kft. Hiánypótló tevékenységére hívta fel a figyelmet csütörtökön a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület elnöke. Baran Ádám jelentős anyagi támogatással segíti a szervezet munkáját. Kedden délután vette át az egyik Békés Csaba sportjáért kitüntetést a helyi Röplabda Sport Egyesület elnöke. Baran Ádám az elismeréssel járó pénzjutalom egy jelentős részét már fel is ajánlotta a szurkolók az állatokért non-profit Kft. Részére. Számomra nem volt kérdés, hogy ez lesz az egyik szervezet, amit szeretnék támogatni. Fontosnak tartom azt kiemelni, hogy számomra az adományozás és a jótékonykodás egy anonim tevékenység, és ez esetben azért teszek kivételt, mivel egy olyan fontos dologra hívja fel a figyelmet, mint a négylábú társainkról való gondoskodás, a felelős állattartás, és bízom benne, hogy lesznek követőim. A BRS-e elnöke hozzátette, régóta nyomon követi a szervezet felelős állattartásért folytatott munkáját, és közel áll hozzá a szervezet szurkolói csoportok által képviselt hazafiasság és bajtársiasság. Emellett másfél éve ő is egy mentett kutya gazdája, ezért hozta meg ezt a döntést. Baran Ádám a szervezet egyik békéscsabai tagját kereste meg az adomány kapcsán.
Megmondom őszintén, meglepődtem, de utána, 2 perc után elkezdtem gondolkodni, és tehát végig közösen azt a döntést hoztuk, hogy megfelezi ezt a pénzadományt, amit a várostól kapott, és akkor felét azt a szurkolók az Altakért csoport, tehát végig is mi kapjuk, ugye a budapesti szervezetünk, a másik felét meg majd, tehát hosszú távon kinézünk egy békésebb vagy adott menhelyet, akinek szintén el fogja Ádám majd juttatni. A különböző hazai sportcsapatok szurkolóiból 7 éve létrejött jótékonysági szervezet elsősorban a kutyaviadalok és szaporító helyek felszámolását tűzte ki célul, de emellett az elesett négylábúaknak is szeretne segítséget nyújtani. Ebből az összegből a napokban sajnos egy újpesti szurkoló társunknak kiégett a lakása, és ott pedig volt 3 kutya, amiből 2 sajnos elhunyt, és mi vállaltuk azt, hogy akár a 2 kutyának a hamvasztását, illetve aki életben maradt kutya, annak az állatorvosi költségét, illetve a tápjait fogjuk segíteni, és ebből az összegből 90 000 forintot át is fogunk utalni már az állatorvosoknak. Az adomány mellett, amely már meg is érkezett a szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft. Számlájára, Baran Ádám további 40 kiló kutya eledelt is átadott a szervezetnek. Az alapszakasz győztes Vasas Óbuda otthonában zárja a női röplabda extraliga alapszakaszát a Svitelszki Békés Csaba szombat délután. Tóth Gábor együttese jelenleg a 2. helyen áll, azonban ahhoz, hogy ezt a pozíciót megtartsa, pontot vagy pontokat kell szereznie a fővárosiak ellen. A csabaiak célja emellett az, hogy a sérülésből visszatérő játékosok újra formába lendüljenek a közelgő kupa elődöntő előtt. A 2 csapat első decemberi mérkőzésén a piros-kékek szoros küzdelemben 3-2-re győztek a városi sportcsarnokban. A Vasas eddig mind a 13 mérkőzését megnyerte az alapszakaszban, így az már eldőlt, hogy elsőként választhatnak ellenfelet a rájátszás első körében. Számunkra viszont nagyon fontos lesz ott is pontokat szerezni, úgyhogy hogy megpróbálunk, illetve megpróbáljuk ezt a küzdelmet felvenni, és pontot vagy pontokat szerezni a Föllendár utcában, ami nyilván nem egyszerű, hiszen látjuk, hogy menetel most a Vasas, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy van esélyünk, hogyha valakinek van esélye, akkor azok mi vagyunk, és így is kell ezt felfognunk, és természetesen nagyon fontos, hogy egy ilyen minőségű ellenféllel tudunk játszani a kupa elődöntők előtt. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!